Karcagváros önkormányzatának képviselőtestületi ülése, koszorúzás, pályázati felhívás, tavaszi éttermi hét. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 7-én 18 óra 5 perckor. Megtartotta február havi rendes ülését Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városháza egyes számú tanácskozó termében. A napirendi pontok megtárgyalása előtt a következő napon, február 25-én esedékes kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmával egy perces néma felállással tisztelegtek a testület tagjai, és az ülésen jelenlévők az elhunyt áldozatok, valamint a meghurcolt családok és hozzátartozóik emléke előtt. A megemlékezés után Rózsa Sándor jegyző adott tájékoztatást a két testületülés közötti időszakban történt legfontosabb eseményekről, majd Szepesi Tibor polgármester felhívta a figyelmet a gépjármű adó első részletének befizetésére, amelyet az év március 15-ig a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére szükséges teljesíteni. Ezt követően a napirendi pontok megtárgyalására tért a testület, melynek első pontja a Karcagvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. február 15-i önkormányzati rendelet módosítása, amelyet egyhangulag szavazott meg a testület, majd a második napirendi pont a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. első hó 28-ai önkormányzati rendelet módosítására vonatkozott, amely szintén egyhangulag került megszavazásra. Harmadik napirendi pontként a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2013. 6. hó 28-ai önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot tárgyalt a képviselőtestület, amelyet úgy szinte elfogadott a testület, majd az önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak közterületek kezeléséről, valamint az útcsatlakozás létesítések és a burkolatbontások szabályairól szóló rendelet tervezetre ugyancsak, amely rendelet szabályozza az önkormányzat tulajdonában álló közterületek kezelésének, védelmének és igénybevételének szabályait. A testület egyhangulag fogadta el a napirendi pontot. 5. napirendi pont a Déliné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, amelyet az intézmény igazgatója Sótiné Szatmári Dóra felszólalásában kiegészített, valamint köszönetét fejezte ki a képviselőtestületnek azért a támogatásért, ami által az intézmény munkája a kulturális szektor számára ilyen megterhelő időszakban is problémamentesen megvalósulhatott. Kicsit könnyebb helyzetben vagyok talán a jelenlévő képviselőtársaimhoz viszonyítva, hiszen talán mélyebben ismerem a Délinél Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár munkáját, vagy talán lehet, hogy közülünk én ismerem a legjobban, és nagyon nehéz bármit is hozzátenni ahhoz, amit Ildikó néni elmondott, hiszen gyakorlatilag tökéletesen összefoglalta az elmúlt időszak, az eltelt időszak munkáját, hiszen valóban nagyon nehéz volt, abban a pandémiás időszakban olyan munkát végezni, amellyel mégiscsak egy kicsit közelebb lehetett hozni valamilyen szinten a kultúrát a város lakosságához, meg lehetett mutatni azokat az értékeket, amelyekkel településünk rendelkezik, és ezt nagyon jól használta ki az intézmény, hiszen azokon az online felületeken, különböző média felületeken tudták tartani a kapcsolatot a város lakosságával, és én azt gondolom, hogy a város lakossága is megelégedésére, lakosságának is megelégedésére szolgált ez a lehetőség, és talán a jövőben nézve lehet, hogy ez egy pici előrelépést is jelent majd, akár a toborzás, akár a munka során is. Én csatlakozom Ildikó nénihez, és én magam részéről is, de azt gondolom, hogy a képviselőtestület valamennyi tagjának részéről is gratulálok az intézmény vezetésnek, az intézmény valamennyi munkatársának ahhoz a nagyon nehéz munkához, amelyet az elmúlt időszakban végeztek. És ha egy picit a következő napirendre is előre lehet mutatni, és ugye belenézett mindenki, gondolom a munkatervben nem kevés rendezvény van tervezve erre az időszakra, még ha egy picit visszafogottan is, és biztos, hogy bővülni fog ezeknek a rendezvényeknek a köre,
hiszen azt azért tudni kell magáról a kulturális központról, hogy nem csak a saját rendezvényeket, nem csak az önkormányzati rendezvényeket támogatják, rendezik, segítik, hanem azokat a különböző civil szervezetek, általános iskolai, középiskolai rendezvények, vagy ne adj Isten, megyei országos rendezvényeknek a lebonyolításában is óriási szerepet vállalnak. Nem csak a helyszín biztosításával, hanem a hangosítással, szervezéssel, toborzással, hirdetéssel és sok-sok minden mással. Úgyhogy nagyon összetett az a feladat, amelyet ők elvégeztek, és el fognak végezni a munkaterv alapján ebben az évben is. Ehhez a munkához kívánok én sok sikert mindenkinek, kitartást, erőt, hiszen várható az, és ezt talán már a hétvégén megrendezésre kerülő kolbász ízesítő verseny is jól mutatja, hogy nagyon kiéhezett a város lakossága, mindenki arra, hogy rendezvények legyenek a városban, hogy egy kicsit ki tudjon mozdulni otthonról, hogy együtt legyen, hogy közösségben legyen, és talán egy picit felszabadultabban tudjon együtt rendezvényen örülni egymásnak, rokonoknak, barátoknak, és egy picit tudjon szórakozni. Úgyhogy várható a fokozott érdeklődés, nem csak ezen a rendezvényen, hanem a következő rendezvényeken is. Reméljük, hogy a Birka Főző Fesztiválon is hatalmas érdeklődés lesz majd, és meg tudjuk szervezni az eredeti formájában. Úgyhogy kitartást, erőt, jó egészséget kívánok, és jó munkát az intézmény valamennyi dolgozójának. A beszámolót a testület egyhangulag elfogadta, ahogy a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár 2022. évi munkatervének jóváhagyása is hasonlóképpen megtörtént. Ezt követte a Gyürfi István Nagykun Múzeum 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló. Dr. Nagy Molnár Miklós igazgató szóbeli kiegészítéssel élve hozzátette. A nehéz járványügyi időszak ellenére több jelentős eredmény tudhat maga mögött a múzeum. Egyike ezeknek, hogy a Kántor Sándor fazekas házban megnyílhatott a fazekas műhely, illetve rendelkezik fazekassal is. Ezennel egész évben látogatható az épület. A beszámoló, valamint a következő napirendi ponttárgyát képező munkaterv jóváhagyása az előzőekhez hasonlóan mindkét esetben egyhangulag elfogadásra került. A Karcagvárosában működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása úgy szintén egyhangulag került megszavazásra, melyet a Medicopter Alapítvány támogatására tett javaslat követett. Karcagváros önkormányzata 2015 óta folyamatosan támogatja az alapítványt, így természetesen jelenülésen is megszavazta a képviselőtestület, hogy működését támogassa. Ezt követően a Karcag belterület 139/2 helyrajzi számú ingatlan résztulajdonának megvásárlására tett javaslat szintén elfogadásra került, mellyel az önkormányzat növelheti ingatlan vagyonát. A Karcag laktanyában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség a Karcagi Hagyományőrző Talpas Ijászkör Egyesület részére történő bérbeadása szintén támogatásra került, ami által ezen helyszínen folytathatják a hagyományőrző munkát. 16. napirendi pont a Városi Élelmezési Munkacsoport megalakításáról szóló 283/2021. 12. hó 16-ai határozat módosítására tett javaslat, mely szerint állandó meghívottként Zsoldos István közegészségügyi szakértő meghívása történt meg a bizottságba, amelyet a testület egyhangulag elfogadott. Ezután a fotovoltaikus 15 megawatt kapacitású erőmű megépítéséhez szükséges terület biztosításának javaslata is támogatásra került, amely által egy napelempark létesülhet. Ezt követően a 17. napirendi pont a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló javaslat volt, melyet egyhangulag elfogadott a képviselőtestület. A további napirendi pontok megtárgyalása zárt ülés keretében történt. Pótnapirendi pontként a 2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásáról való pályázat benyújtására tett javaslatot tárgyalta a testület, amely úgy szintén egyhangulag elfogadásra került. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan március 31-én csütörtökön tartja. Az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban.
Pénteken a katolikus templommal szembeni parkban lévő kopjafánál F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a város lakossága és az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző helyezettel koszorút, tisztelegve az áldozatok előtt. Pályázati felhívás. A társult önkormányzatok területén működő hagyományőrző civil szervezetek hagyományőrző rendezvényeinek támogatására. A pályázat kiírója a Nagykun Hagyományőrző Társulás. A pályázat célja a nagykunság hagyományainak ápolásához kapcsolódó 2022. évi hagyományőrző rendezvények támogatása. A pályázók köre a társult önkormányzatok: Berekfürdő, Karca, Kenderes, Kétpó, Kisújszállás, Kuncsorba, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton Mesterszállás, Mezőtúr, Túrkeve illetékességi területén működő bejegyzett hagyományőrző civil szervezetek. A pályázati keretösszeg 1 millió forint. Elnyerhető támogatási összeg maximum 200 ezer forint, de a rendezvény teljes költségének maximum 50%-a. A pályázat benyújtásának, postára adásának határideje 2022. március 29-e. A pályázatok elbírálásának határideje 2022. április 29-e. A pályázat benyújtásának módja az ECR-ra készített pályázati adatlapon történhet, mely átvehető a társult önkormányzatok polgármesteri hivatalaiban, vagy letölthető a www.kisújszállás.hu honlapról. A pályázat benyújtásának helye Kisújszállásváros önkormányzat, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. A borítékon fel kell tüntetni: NHT pályázat 2022. évi hagyományőrző rendezvény támogatására. Áll Karcagvárosi önkormányzat közleményében. Indul az asztalfoglalás a tavaszi étterem hétre. A március 17 és március 27 között megrendezendő 11 napos esemény keretében ezúttal is fix áron kínálja háromfogásos menüsorát több mint 100 magyarországi étterem, közölték a szervezők a Karcag Televízióval. A márciusi eseményhez az egész ország területéről 110 étterem csatlakozott, melyek háromfogásos menüsort kínálnak. Az árak a korábbiakhoz képest változatlanok. A vendégek 3900 forintos top, 4900 forintos prémium vagy 5900 forintos exkluzív kategóriákban élvezhetik a menüsorokat, olvasható a közleményben. Mint írják, a foglalható helyek száma limitált, mivel a résztvevő éttermek is exkluzív eseményként tekintenek az étterem hétre. A foglalási lehetőségek kialakításakor figyelembe veszik az adott étterem nagyságát, az átlagos forgalmat az adott időpontban, és ehhez igazítják a fogadható vendégek maximális számát. Az országos étterem hét eseményét 2011 óta rendezi meg a szervező Dining City, azzal a céllal, hogy minél szélesebb réteg ismerhesse meg a hazai prémium kategóriás éttermeket. Az eseményre évente kétszer, tavasszal és ősszel kerül sor. Az esemény kizárólag előzetes asztalfoglalással látogatható, amire a www.étteremhét.hu weboldalon van lehetőség, áll a közleményben. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!